Why nap? Igazából se smink, se semmi, de a lényeg az az, hogy a mai nap el fog menni a Svetával és a Mónival szalszázni. És ez azért jó, mert még nem csináltuk, még nem próbáltuk ki egyszer sem, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Mert most először vagyunk ki bárhova is bármit csinálni, ilyen közösségi dolgot, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz. Jaj, képzeljétek el, azt akartam még mondani, hogy elkezdtem csinálni a rubintrékának ezeket az alakreformáló dolgait, alakreform dolgait, ami zseniálisak. Igazából egy óra tömény kardió, ami rám most nagyon rám fér, úgyhogy elkezdtem őket csinálni, és lelkalappal mindenki, aki azokat csinálja, olyan zsíregetés, hogy az, ami hihetetlen. Úgyhogy én elkezdtem őket csinálni, most már csináltam legalább vagy 3-4-et, és nagyon szeretem, és tegnap Monitra is vettem arra, hogy ő is csinálja velem együtt, és ő is nagyon élvezte, úgyhogy most így rákaptunk szerintem a Rubint Rékára, úgyhogy köszi Réka, hogy ilyeneket csinálsz nekünk, mert kellenek az ilyen dolgok. Most elkészülődöm, kicsit kisminkelem magam, hajat mosok, stb. És aztán on with the day. Nem tudom, mit fogunk csinálni, de valamit biztos kitalálunk, amíg el nem megyünk 108-ra. Úgyhogy tartsatok velem. With my beautiful self and I. Kipróbálom annak, hogy hogyan lehetne jobb. Úgyhogy most kipróbáltam ezt a jégkockás verziót. Szerintem tök menő lett. Menő sikerült. Tényleg jéges kávé. És ezt szeretem. Múltkor voltam egy először kávézóba megint, és rendeltünk egy kávét a barátnőmmel. Jéges kávét kértem, és fagyit tettek bele. Nem volt benne jég. És közép-hideg kategóriája volt. Hát, visszasírtam az otthoni kávékat, úgyhogy csináltam magamnak egyet, és nagyon finom. Úgyhogy igen, befejeztük a filmet közben. A Jokert néztük meg, és érdekes film. De mondjuk az érdekes látni, hogy így az ember hogyan változik, és hogy az összes rossz ember, úgymond, aki embereket ölés hasonló, az igazából ő maga is nagyon
össze van törve legbelül, és hogy igazából ők a legnagyobb vesztesei az egésznek. Bár ez obvious, és szerintem ezt így mindenki tudja, csak így érdekes volt látni így a kialakulását, Jokernek a kiteljesedését a végén. Úgyhogy igen, most megiszom azt a kávét, meg szerintem megcsinálom a sminkemet, és aztán lassan indulunk, bár még nem hiszem, mert most még van 4:30. Hát ilyen 6 körül, vagy mikor 7-kor indulunk. Na jó, menjünk fel készülődni. Az esemény, szóval nem tudom, hogy tudunk elindulni közben én készülőben. De csak eláll. Valósulóan nem vagyok ilyen szép. Nagyon szép. Gyönyörű. Na, szóval azért akartam egy kicsit leülni, míg mielőtt elindulunk, hogy beszéljek nektek egy kicsit arról, hogy mi volt velem ezen a héten, meg igazából az előző 2-3-on. Igen, a lelki állapotom az így hullámzik, de szerintem mindenkinek ezen a ponton lassan ugye ki lehet menni, ami azért elég sokat segít, és azért találkoztam már egy jó néhány emberkével, barátommal, barátnőmmel, akit nagyon közel tartok a szívemhez, és aki nekem nagyon fontos. Úgyhogy ez tök jó. De a lényeg az, hogy arról akartam egy kicsit mesélni, hogy az előző héten elkezdtem egy hát ilyen 7 napos kihívást, úgymond, amit egy amerikai youtuber, Kayan Tilton, nem tudom ki az, akinek ismerős a neve, vagy ki az, aki szereti őt nézni. Ő kezdett el csinálni Facebookon egy ilyen kis csoportot, és ott jelentkeztem be. Ez igazából egy keresztény kis csoport, aminek az volt a lényege, hogy 7 napon keresztül különböző aspektusokból néztük meg a saját viselkedésünket, saját magunkat, Istennel való kapcsolatunkat, és a többi. És volt ilyen, hogy tehát napokra le volt osztva,
különböző témák volt, hogy maga Krisztus, aztán a megbocsátás, az egység, az ima, a harag, és még és az egyenlőség, és a többi. És nekem nagyon-nagyon sokat segített, és nagyon sokat lendített a lelki állapotomon, az biztos. Sokkal közelebbi kapcsolatot tudtam így kialakítani Istennel, meg sokkal jobban meg tudtam érteni Krisztust is. És csak arra gondoltam, hogy ezt így elmondom nektek, mert nekem nagyon sokat segített. Majd leteszem az infoboxba szerintem ennek az elérhetőségét, mert még mindig nyitva van, és bárki tud csatlakozni, aki szeretne. Ez az egész angolul van, ezt azért elmondom, csak hogy így ne lepődjetek meg majd, de nagyon-nagyon jó kis kör, és mindenki beküldi saját gondolatait, érzéseit, miket tud hozzáfűzni a különböző dolgokhoz, mi ragadt meg a szívében, és hasonlók. Most már azt betegsítem velünk, nekik köszönjük ezt a videót. Sorry guys, bad hair day, úgyhogy nem leszek benne. Nem baj, semmi gond. Lényeg az, hogy most már mindjárt itt vagyunk, és hát megnézzük, hogy mi ez. Első óra, ingyenes, úgyhogy nem veszünk semmit. Aztán majd kiderül, hogy mi. Szuper izgatott mindenki. Na gyerekek, mit gondoltok a táncról? Csak őszintén. Ami nem volt rossz, csak nem volt jó sem. Kicsit lassú volt. Hát olyan nagyon kezdő. Olyan. Mondjuk azt. Összességében jó volt. Majd kipróbálunk más tánciskolákat is. Igen. És nem csak szalszát, hanem mindenféle mást is. Zumba, meg bacsata. Zumbák már. Hát jó, akkor a techno, hogy hívják? Tudom, mire gondolsz. Electroswing. Electroswing, igen. Igen, azt akarjuk meg. A techno. Techno music. Na jó, szerintem ennyi. Most megyünk a Svetához, aztán ennyi lesz. Na, sziasztok, megérkeztünk, és lassan már az alváshoz készülünk. Igazából összességében jobb volt ez a nap, szerintem. Jót táncoltunk, vicces volt. Mindenkinek nagyon tetszett. Úgyhogy most még szerintem keresgélünk más tánchelyeket is, hogy megnézzük, hogy mik a legjobbak. És aztán, ja, majd még megyünk más merre is. Majd nézzünk egy filmet is valószínűleg. Úgyhogy igen, ennyi volt mára. Remélem tetszett. És majd találkozunk a következő videóban.